tisztelettel köszöntöm az ÉRTV nézőit ez év áprilisának utolsó adásával, mely a sorban a 146. Érmihályfalvi városkörkép, Gavruca 70. Érkört V.S. polgármesterével beszélgettünk. Rövid hírek. Lassan-lassan már nyílik az akác az Ér melléken, ennek megfelelően szépen körvonalazódik az Ér Mihály falván május 19 és 22-e között megrendezendő Nyíló Akác Napok rendezvénysorozata. Erről és a városbéli fejlesztésekről beszélgettünk Ér Mihály falva polgármesterével, Nyakó Józseffel. Ér Mihály falva Bihar megye legészakibb fekvésű városi települése, fontos vasúti és közúti csomópont Nagyvárad és Szatmár között, ugyanakkor nemzetközi határátkelő Magyarország irányába közúton és vasúton egyaránt. Talán többek között éppen ennek a jó területi fekvésnek köszönhető, hogy akár egy borongós, átlagos napon is pezsgő városi kép tárul az erre járó szeme elé. Az ügyeiket intézőket előkelő polgármesteri hivatal épület fogadja, a főteret kisvárosi üzletsorok övezik, de emlékhelyeket, köztéri szobrokat is rejt a település. E pozitív benyomást keltő város első embere, Nyakó József polgármester mégis szerényen, kicsit elégedetlenül, egészséges emberi és vezetői többetakarással nyilatkozott stábunknak. Sajnos a megvalósítások korán se olyan szintűek, mint amit elvártak volna tőlünk az emberek, és mi magunktól se. Mi magunk is többet vártunk volna, mint amit sikerült megvalósítani. Azt hiszem, az elvárások is nagyok voltak. Valahogy úgy jártunk, úgy jártam én magam is, mint Johannes elnök úr, akit azt reméltük, hogy hoz reformokat, hoz számunkra, és olyan dolgokat, amit valóban a nemzetiségi gondokat, problémákat meg is oldja. De nem az történt. Na, ezek a lehetőségek. A politikum sajnos egy olyan közeg, ahol nem mindig az észszerűség érvényesül, tehát vannak olyan hatások, ami miatt vagy sikeres vagy nem sikeres. Abban esetben lehet sikeres, hogyha van támogatottságod megyei szinten, országos szinten, és minden más, ha ez nincs, akkor minden más megoldás az nagyon nehézkes, vontatott. Volt 8 hónap, amikor a kormánya voltunk, akkor valamennyire nyíltak az ajtók Bukarestbe. 2012. májusában akkor a adósságot örököltünk meg, sajnos az érményfe helyhatóság, hogy sokáig toltuk magunk előtt ezt a tartozást. 2014-ben aztán még ránk zúdult még egy addig ismeretlen adósság, és ez nagyon rámjött a bélyegét arra, hogy nem voltak a megvalósítások olyan szintűek, mint ahogy mondtam, mint amit mi magunktól is elvártunk, és amit az elvárt volna a mihályfalvi polgár tőlünk. Ennek ellenére nagyon nagy előrelépésnek számít, hogy Ér Mihályfalva városa törlesztette a megörökölt adósságot, s emellett, ha kisebb léptékben is, de mindenképpen sikerült javítani a városképet. Az elmúlt 4 év alatt befejezték a vízhálózat kiépítését a város teljes területén. A csatornázás terén is volt előrehaladás, ott is újabb 3 utcát csatornáztunk le, most fejeződik be, illetve még egy utcát sikerült lecsatornáznunk. Ott, ahol aszfaltot is építettünk, ott volt egy segítség, egy Agrotex nevű cég segített nekünk, illetve bepótolt abba a költségbe. Tehát így sikerült, hogy 3 utca csatornázását oldottuk meg ebbe a mandátumba. Ez nagyon kevés természetesen, ahhoz képest, hogy 56 kilométernyi utcánk van. A eddig elvégzett csatornázási munka, az a lefektetett csatorna 18,5 km. Ért egy szerencse ugyanakkor bennünket 15 őszén, amikor mielőtt megbukott van a kormány, akkor aláírtunk egy finanszírozási szerződést a Fejlesztési Minisztériummal egy egész jelentős összegre. Arra a számítunk, most arra alapozunk, hogy ez a pénz ez valóban elérhető lesz, tehát nem gördül olyan akadály majd utunkba, ami miatt ezt nem lehet majd lehívni. Mi tesszük a dolgunkat, azt hiszem, hogy azokat a lépéseket, amelyeket kell, az megtesszük dokumentáció tekintetében, illetve hát dolgozunk, most is a kivitelező dolgozik. Most épül Mihályfalván egy olyan derítőállomás, vízderítőállomás, ami országosan is egyik különleges, illetve a legperformánsabb, a legmodernebb technológiát alkalmazza,
A tervező, illetve a kivitelező szerint Romániában nem nagyon van ilyen kapacitású, ilyen modern víztisztító állomás. Ezt júniusban fogjuk üzembe helyezni, a tervek szerint nagyon remélem, hogy nem lesz semmi akadály, ami ezt esetleg kitolná, vagy megfékezni. 2013 táján az Érmellék szinte minden településén nagy gondot jelentett az ivóvíz magas arzén tartalma. Érmihály falván szakemberek segítségével, saját erőből, homokszűrő berendezések beszerzésével sikerült megoldani ezt a problémát, a tűrés határon belülre terelve az ivóvíz minőségét. Azért vagyunk ilyen falus jellegű város, mert az utcáink sajnos soha nem voltak úgy karbantartva, mint ahogy egy városba kellett volna. Bár 89 óta város vagyunk, de nem javultak a infrastruktúra minősége, sajnos nem javult az a szinte, mint egy városra illett volna. Úgyhogy járdát kellett építenünk, több kilométert, 5 kilométeren fölött építettünk eddig a két évben, 14 és 15-ben, azelőtt kevésbé, mert tartozásaink lévén arra koncentráltunk, hogy azokat fizessük ki. Szintén az utak minőségének javítása érdekében az önkormányzat vásárolt egy grédert, amely az úttestek karbantartására szolgál, eltüntetve a kátyukat. Ezeket a karbantartási munkákat tovább is tudjuk végezni. A két évben 100-100 kamion követ szórtunk szét Mihályfalván, úgyhogy az az úttest, amelyik nem aszfaltos, valamennyire mégis járható. Amit még mondanom kell, hogy a 4 esztendő alatt jelentősen javítottunk az épületeink állagán, azaz, hogy nem csak az állagmező megőrzést végeztük, hanem azt hiszem, hogy modernizáltunk, fejlesztettünk, illetve volt olyan, amit teljesen rehabilitáltunk, a épületeink is voltak. Erre elég jelentős pénzt költöttünk, és azt hiszem, hogy körülbelül a beruházások tekintetében itt meg is állok, mert egyéb nem nagyon valósult meg a mi időnkben. Bár terveink vannak, és nagyon remélem, hogy innen arrafelé, miután mindaz, amit megörököltünk most már, a rossz, azon túl vagyunk, és megpróbálunk most már építeni, tehát építkedni konkrétan, téglákat rakni egymásra, hogy látszódjon is az a megvalósítás, amit elvárnak tőlünk. Érmihályfalva jelenlegi vezetősége a hatalmas adósság mellé sajnos nem örökölt az elődöktől városfejlesztésre irányuló, megnyert Európai Uniós pályázatokat. Látunk erre példákat, úgy általában úgy van, hogy egy mandátumban azt valósított meg, amit az előző mandátumban elindítottak, úgyhogy mi nem örököltünk meg ilyen folyamatban levő projektet, bár nagyon jó lett volna, ellenben indítottunk, volt egy poros pályázatunk, amikor még egy visszamaradt időszak, a 2007-13 közötti időszak meghosszabbításaként 15-ben még lehetett pénzeket lehívni poros pályázatoknál. Mi is bevállaltunk egyet, a liceum műhely termeinek próbáltuk egy épületet felhúzni. Az a szerencsétlenség ért bennünket, hogy a kivitelező menet közben csődöt jelentett, tehát nem tudta befejezni, és ezért volt, hogy egy szintet úgy nagyon vontatottan és nagy alkuk árán sikerült ennyire felhúzni, de reméljük, hogy a következő időszakban is van, és rá most már el is indítunk ugyancsak a porba egy pályázatot, ahol ezt az épületet reményeink szerint uniós pénzből fogjuk fejezni. Tehát a megvalósítások nagy részét mind saját forrásból sikerült kivitelezni, a román kormány két esetben segített Érmihályfalva városán, mindkétszer a már említett megörökölt adósság törlesztésében. Sikerült ugyanakkor kapnunk pénzt, akkor 33 millió leértékű szerződést írtunk, ez egy óriási összeg valójában. Ez egy készenléti pénz, egy ilyen multianuális, tehát több évre beoszható költségről beszélünk, és ez az, ami jelentősen javíthat a költségvetésünkön, tehát tudunk majd költeni, ha mindez a pénz, amiről most megállapodás született, tehát egy szerződés köttetett, hogy az el is érkezik hozzánk, és nem csak a saját forrásainkból fogunk költeni akkor, hanem a román kormány
által nekünk ajándékozott, így mondjam, tehát nekünk utalt pénzből is túl majd költeni. Érmihály falva vezetősége városfejlesztés terén természetesen előrelátó, így konkrét megvalósítandó tervekkel tekintenek a jövendő felé. Továbbra is az első rangú dolog az lesz, hogy azt az áldatlan állapotot, amit most tapasztalunk Mihályfalván, hogy nincs csatornahálózatunk, ez rányolja végét a környezetvédelmi, azt hiszem minden területére. A mókapattak nálunk nagyon fuldoklik, szegény, mert minden, sajnos ezt kell mondjam, hogy minden szenny is belekerül. Tehát azt kell megoldjuk, hogy a csatornahálózatunk működjön, a megépített hálózat, tisztítsuk meg azt a vizet, tehát működjön a szennyvízterítőnk. Ennek munkálatai nagyban zajlanak. A biológiai reaktort, szoc és technológiai épületet, fertőtlenítő medencét és iszaptárolót is egybefoglaló derítőállomás a tervek szerint nem csak Érmihályfalva város eterű problémáját oldja meg a jövőben, hanem akár a vonzáskörzetbe tartozó településekét is. Tovább a teendők között azt hiszem, hogy én rangsort alá nem is tudnék állítani, de nagyon fontos az, hogy az úthálózatunk meg legyen. Miután a csatornahálózat meg lesz, akkor lassanként azok az utcákban, ahol már meg lesz a csatornahálózat, ott mindenképpen az útesteket kell városiassá tenni. Azaz, hogy az utcákat olyan szinten kellene modernizálni, ami azt jelenti, hogy úttest járda árkok, vízelvezető árkok, illetve azok a hidak, amelyek bemennek a portákra, tehát valami formában. Ez jelenteni azt a színvonalat, egy városképet Mihályfalván, amit azt hiszem, hogy joggal elvárunk már ennyi idő után. Nagyon remélem, hogy sikerül ezeket a dolgokat is beütemezni és valójában pénzt szerezni rá. A Nyakó József polgármester által vezetett város az Érmellék azon települése, melyen a legjobb a munkaerő foglalkoztatás. Így Érmihályfalva és a környék lakosságának nagy része, ha nem is túl magas, de minden hónapban stabil jövedelmet tudhat magáinak. Ám ennek ellenére a városvezetés tárt karokkal várja, sőt, lépéseket is tesz újabb befektetők, foglalkoztatók irányába, még jobban bővítve ezáltal a munkaerőpiacot. Érmihályfalva kulturális palettája mindig is nagyon színes és színvonalas volt. Az évente megrendezett Nyílóakác Fesztivál, Dióverő ünnepség vagy a Részek Viadala csak néhány a rendezvények közül, amelyek a településen élők életét gazdagítják. Ha azon a szinten élnénk, mint ahogy a kulturális életünk tart, akkor nagyon boldogak volna, egy csupa mosolygós ember futkorászna Mihályfalván. Én azt hiszem, a kultúra az, ahol Mihályfalva tényleg jól áll. Bár felnőne hozzá a gazdasági helyzetünk is, jó lenne, de ez túlzottan pénzfüggő, tehát én azt hiszem, hogy a kultúra az a lelkünktől függ, és a mi lelkünk azt hiszem, hogy olyan szintű, hogy befogadunk minden jót, és próbálunk kisugározni szívből, lélekből mindazt, ami bennünk van. Tehát a kultúra, én azt hiszem, hogy az, ami nemesíti a lelket, amellett, hogy a munka is nemesít. És hogy mire vagyok lebüszkébe, azt hiszem, hogy sok minden van, ami öröm számomra. De hát leginkább a Nyílóakác Néptánc Együttes az, amelyiket ugye valamikor alapítóként elindítottunk, és 30 éves idén. Kétségkívül minden esztendő első, legnagyobb fesztiválja az Akác nyílásakor Érmihályfalván megrendezett hatalmas tömegeket vonzó rendezvénysorozat. Május 19-22 között zajlik idén a fesztivál. A szokásos körítése, azt hiszem, semmi extra nincs. Próbálunk színesíteni rajta, de én azt hiszem, nem azt a kort éljük, hogy túlzottan nagyokat mulassunk, azt hiszem, több pénzt költsünk a fesztiválra, mint eddig. Az idén hasonló költségvetéssel, mint éveken át zajlik. Én azt hiszem, hogy a név, illetve hát úgy, ahogy el van helyezés, hogy össze van állítva a program, az már vonzza az embereket, vonzza a részvevőket.
Az idei Nyílóakác Fesztivál az előző évekhez hasonlóan körülbelül 40 programponttal várja majd a közelről, távolról érkezőket, melyek között hagyományőrző, egyházi, gasztronómiai, sport, kulturális, könnyűzenei programok, de felvonulás, kiállítások, néptáncgála, konferenciák, szépségverseny, lovasparádé, zsibongó és sok más meglepetés is lesz. A Nagyváradon 25. alkalommal megrendezett Festum Baradinum kulturális rendezvénysorozat zárónapján könyvbemutató és képzőművészeti kiállítás keretében ünnepeltük Gavruca Tibor, Székelyhíd díszpolgára, nyugalmazott lelkipásztor és képzőművész 70. születésnapját. Egy kerek születésnap előnapja a nagyváradi Szigligeti stúdió fehér termében. Az ünnepelt családja, barátok, pályatársak, embert s művészetet kedvelők szép száma tölti meg a termet. Könyvbemutató és képzőművészeti kiállítás, mert a 70. születésnapját töltő Gavruca Tibort több értékes talentummal is megáldotta az Isten. A jelenlévőket a háziasszony szerepet betöltő Tasnádi Sáhi Noémi színművésznő baráti közvetlenséggel köszönti, hisz az érzés, hogy egy nagy családban vagyunk, minden jelenlévő számára egyértelmű. Az ünnepelt, most megjelent önéletrajzi kötetét és a falakat díszítő festménykiállítást Banner Zoltán művészettörténész, író, szerkesztő, előadó művész mutatja be, mondandójában kiemelve, hogy Gavruca Tibor akvareljei nem pillanatfelvételek, nem véletlenül és esetlegesen létrejött alkotások, hanem az örök pillanatoknak jelei, melyekben benne van a szintézis töménysége. Az életmű több száz alkotása elválaszthatatlanul és szételemezhetetlenül emlékek, varázslatok összességét tolmácsolja felénk, a vízfestés ősi technikájával üdítő vízű forrásokat fakasztva az érmelléki homokvilág mélységeiből. Minden életkornak megvan a maga áldása. Eddig se az történt, amit én akartam, ahogy az Úristen rendezte, és nagyon jól rendezte. Nagyon hálás vagyok neki mindenért, amit adott, amit kaptam. Nagy lelkiismeret furdalással vagyok hálás, mert nagyon sok talentumot kaptam, úgy érzem, és nagyon nagy bajban leszek az elszámolásnál. Amikor olyan dolgok történnek, amit nem sikerül valami, akkor hirtelen úgy beborul az ég, és kimegy a talaj, de aztán így esztendőkkel a tarsolyba, már egyre szinte rájátszom az Isten gódviselésére, mert eddig is mindig kimentett minden bajba. És nagy baj nem történhet, ameddig bízom benne, és ameddig velem van. Hálás vagyok azért, hogy nem sikerült az én számításom a művészeti felvételével, bőségesen kárpótol. Hálás vagyok azért, hogy az angyalok, akik elküldtek a teológiára a sikertelen főiskolai felvételi utána eltűntek, de oda küldtek, és nagyon sokban meggazdagodott az életem. Nem tudom, hova jutottam volna Krisztus nélkül. Az életnek a nagy gazdagsága a hit és Jézus Krisztus az én számomra, gondolom, hogy sokak számára. És hát azt nem mondom, hogy nem kell tervezni, de a tervek azért vannak, hogy az Úristen áthúzza, ha úgy gondolja, és másfele tereljen. A kiállítás megnyitóval egybekötött könyvbemutatón az ünnepelt elsőszülött unokája, Gavruca nagy Pál zongora játékában elhangzott Johann Sebastian Bach paraszt kantátájának egy részlete, illetve az öcs Bence hegedű szavával közreműködve Schumann Lendület című műve.
S ha Gavruca Tibor, akkor nem lehet ünnepelni Számadó Ernő megidézése nélkül. Tasnádi Sáhi Noémi színművésznő és Fekete Katalin az érmelléki lábvilág költőjének verseit tolmácsolták a hallgatóság felé. Az esemény zárásaként a 70. születésnapját ünneplő Gavruca Tibor örömmel dedikálta újszülött kötetét az őt köszöntő barátsereg számára. És hogy lesz-e folytatás? Ezt a riportet fejjel kéne folytatni, és az Úristent kell megkérdezni, hogy lesz-e vagy nem lesz, de ha nem lesz, én akkor is nagyon hálás vagyok. Érkörtvélyes községfejlesztés tekintetében igen sikeres 4 esztendőt tudhat maga mögött. Nagy István polgármesterrel egy kis sétát tettünk a településen, bekukkantva többek között az igen figyelemre méltóan felújított kultúrotthonba. Érkörtvélyes község Románia északnyugati részén Érmihály falvától 7 kilométerre található, és közigazgatásilag Érvasat községgel működik közösen. Lakosainak száma a 2011-es adatok szerint 3780 fő volt, ám az elmúlt 2 évben, hosszú idő óta most először ez a szám növekvő tendenciát mutat. Többek között erről és az elmúlt 4 év megvalósításairól beszélgettünk a község polgármesterével, Nagy Istvánnal. Ez a 4 év nagyon gyorsan eltelt. Rengeteg munkát valósítottunk meg. A legelején talán úgy kezdeném, mikor elkezdtem ezt a 4 évet, akkor azt mondták, van elég időm ahhoz, hogy megváltsam az álmaimat. Ez később kiderült, ez alatt a 4 év alatt, hogy ez nagyon gyorsan elrepült, de szerintem egy sikeres 4 évet zárunk, mert maga az egészet úgy alapoztuk meg, hogy egy 4 pártból lévő tanácsot alakult ki Körtvélyesen, amelyik tulajdonképpen együtt dolgozott azért, hogy Körtvélyes fejlődjön és ne maradozzon le. Fontos szempont volt számunkra, vagyis egyik legfontosabb szempont az volt, hogy Körtvélyest megpróbáltuk egy olyan útra terelni, amikor az elsődleges fontosság az volt, hogy itt tartsuk az embereket. Azokat az embereket is, akik esetleg elmentek külföldre dolgozni, azok vágyjanak vissza Körtvélyesre. Ezt csak azzal tudjuk elérni, hogyha fejlesszük a falut, modernizáljuk, szebbek az utak, rendbe tettek az utcák. Munkahelyet nem fogunk mi tudni teremteni, mert a néptanács az nem tud biztosítani munkahelyet, de meg kell próbáljunk mindent azért tenni, hogy esetleg vállalkozókat ide csalogassunk, vagy azok az emberek, akik itt maradtak, vagy visszajönnek, azok szívesen térjenek haza. Az elmúlt időszak megvalósításaiban a település vezetői igyekeztek olyan prioritási sorrendet felállítani, amelyek a lakosok igényeihez igazodnak, így az ingázók számára buszmegállót hoztak létre, járhatóbbá tették az utakat, megoldották a közvilágítás problémáit, illetve a régi kultúrház épületét is felújították, és olyan eszközökkel szerelték fel, amelyek bármilyen kulturális rendezvényhez tökéletes feltételeket biztosítanak. Nagyon nagy problémával küzdködünk azért az iránt, hogy sokan elmennének dolgozni, de nincs hol hagyják a gyerekeket. Na, ennek érdekében a Baptista Egyesületen keresztül működtetik ők tulajdonképpen ők, de a mi segítségünkkel az after school jellegű iskolákat, illetve most már Körtvélyesen is beindult az after school, ez ami a polgármesteri hivatalon keresztül működik. Mindegyikbe 30-30 gyereket foglalkoztatunk, és ez is elő fogja azt segíteni a jövőben, hogy ne maradozzanak el a gyerekek. Tehát majdnem mindenki megtanuljon azért írni, olvasni, elkészüljenek a házi feladatai. Tehát ha hosszú távon nézzük ezeket a dolgokat, akkor a gyümölcse majd valamikor 10-15 év múlva fog ennek meglátszani, hogy nem egy írástudatlan
település lesz, hanem mindenki írni, olvasni fog, és nem lesznek nagyon elmaradozott emberek ebből az időszakból. Ugyanakkor további lépések is történtek azért, hogy a gyermekek élhetőbb körülmények között fejlődjenek. Ezt mutatja az a számos, színes alkotóelemből álló nagy területű játszótér is, amelyet tavaly adtak át a kisebb generáció számára. Amennyiben lehetett, az iskolát segítettük ez alatt az 4 év alatt is. Tehát különböző gyerekprogramokkal, amikben részt tudtunk venni, esetleg támogatni, illetve az iskolának a felfejlesztését. Ez alatt értem, egy évben lecseréltük a tetőt az egyik épületről, most pedig az idén sikerült befejezni, bepucolni a körpvesi óvodát, és lakhatóvá tenni minden osztályát, mert voltak osztályok, ahol a gyerekek különböző sporttevékenységeket, vagy esetleg kulturális műsorokat végeznek osztályban, és azokat is sikerült rendbe tenni, illetve az óvoda udvarát. 6 egyház is van, plusz a baptista egyesület, tehát összesen 7. Mind a 7-et segítjük, mert ez azért úgy etikus, és körülbelül egyformán próbáljuk mindegyiket segíteni. Számomra, mint polgármester pedig mindig eleget kell tegyek az egyházaknak, abban az esetben, ha meghívnak egy-egy rendezvényre, mert én úgy tartottam fontosnak, hogy ahányszor meghívnak, oda minden alkalommal el kell menni, illetve elég sűrűn kéne látogassam én is a templomot. A számtalan megvalósításon túl a kulturális élet is igen színes érkörtvélyesen, hiszen különböző rendezvényeket szerveznek az év folyamán, és több egyesület is működik. A legfontosabb, mire mindenki koncentrál a falu, az a Dinnye Fesztivál, tehát amit augusztus 2. hetében tartunk meg. Ez a legnagyobb ünnepe Körtvélyesnek, egy kétnapos ünnep. Ez alatt a 4 év alatt 2-szer is sikerült megvalósítani. Az első 2 évben azért nem sikerült, mert abban az időben aszfaltoztunk. Az utóbbi 2 évben mindig sikerült megvalósítani, és azt próbáltuk meg felhívni magunkra a figyelmet is, hogy minél több érdeklődője legyen a falunapnak. Következő március 15-öt megünnepeljük, a keresztútját közösen az egyházakkal szintén megünnepeljük, gyereknap, és még ezen kívül a kultúrcsoport, a néptánccsoport, a modern tánccsoport, karatecsoport, citerazenekar, ami működik a településen, most már, tehát mindegyik teret kap az új kultúrotthonba egy előadásra. A lakosok úgy érzem, hogy elégedettek, de természetesen mindig nagyobbak és nagyobbak az elvárások. Ez így is normális, tehát ez abból a szempontból jó, hogy érzi mindig a falu vezetője, hogy többet és többet kell megtegyen ezért a településért. Ő is, illetve a tanácsosok is. Csak ezt az utat kell folytassuk, amit eddig elkezdtünk, tehát az utak modernizálását, hiszen mivel nagyobbak az igények, szebb és szebb autókat vásárolnak a lakosok, ezért jobb utakat kell teremtsünk a jövőbe is. Ennek érdekében font szerencsés helyzetben vagyunk, hogy el tudom mondani, a tegnap írtuk alá a szerződést, ami szerint újabb aszfalt, utazott utcáink lesznek Körtvélyesben a jövőben. Ezt egy Ádivalban sikerült megvalósítani közösen Szalacsa és Tarcsával, úgyhogy köszönet ezért a két polgármesternek, Bordás Károlynak és Horváth Bélának, hiszen együtt írtuk alá ezt az ádeit, és közösen mindegyik településen majd aszfaltozott utcáink lesznek. Az elmúlt 4 év munkái igen gyümölcsözőnek bizonyultak a település számára, Nagy István polgármester pedig mindegyikre egyenként büszke. Sok mindenre büszke vagyok azért is, hogy egyszer is, hogy először is, hogy megválasztottak és bizalmat adtak az emberek, hogy ezt a 4 évet én vezessem a falut, jó vagy rossz irányba, ezt majd most fogják eldönteni. Büszke vagyok arra, hiszen történelmet írtunk ez alatt a 4 év alatt. Rengeteg utcát leaszfaltoztunk, megtöltöttünk olyan árkokat, gödröket, ami eddig úgymond kilátástalan volt. Fotballpályát építettünk, kis fotballpályát, közintézeteknek az épületeit rendbe tettük,
árkok rendben vannak téve, az Érmellék folyója, az is ki lett takarítva 30 év után, kultúrotthon újjáépült, after school jellegű épület épült, Vasadon szintén, aki hozzánk tartozik, ott is fotballpályát, kultúrotthont, néptanács épületét megcsináltuk. És úgy érzem, hogy ez alatt az időszak alatt volt egy lelki nyugalom is az embereken, hiszen az egyházakat egybefogtuk, közös rendezvények voltak, amik azért egy lelki nyugalmat ad mindig a lakosoknak. Az, hogy büszkeség onnan jöhet még, hogy látom, hogy a falu nem elnéptelenedik, hanem egyre nagyobb a száma. Úgyhogy közel most már elérjük a 4000 lakost per község, amit eddig még nem ez a tendencia volt, hogy növekedjen egy település, egy kis falu, úgymond, hanem mindig kevesebb és kevesebb volt. Mi most elértük, hogy több mint 200 emberrel többen vagyunk a községbe. A Nagykágyai Egyes Számú Technológiai Liceum felújítási munkálatainak befejezése június végére várható, így a tavalyi évhez hasonlóan idén is a Székelyhídi Munkásklubban szervezték az iskola végzőseinek nagykorúsítását. A Földnapján április 22-én tartott maturanduszra a 10 ünnepelt végzős mellett az iskola tanári kara, diáktársak és néhány szülő érkezett. A hagyományokhoz híven a végzősök, osztályfőnökük, Forró Korina tanárnő vezetésével ballaktak a terembe a búcsú közelettét jelző Gaudeamus dallamára. Bár az alkalom a diákévek végének közelettét és az érettségi vizsga izgalmait hordozza, a maturandus szervező diáktársak és az őket segítő pedagógusok az együtt töltött diákévek vidám, vicces pillanatképeivel indítottak. Az esemény további programjában többet között helyet kapott, tanárok által előadott rövid jelenet, a 10 végzős fiú által készített film, mely a szakórákon szerzett ismereteket volt hivatott bemutatni, Mókás kreszteszt, valamint egy klasszikus táncprodukció is. A diáktársak szívhez szóló idézetekkel és énekekkel vettek búcsút végzős társaiktól, majd elkövetkezett a nagykorúságot jelző kitűzők átadása, melyekből a 10 végzős fiatalember mellett az osztályfőnök Forró Korina tanárnő, az iskola igazgatója Karancsi Béla és igazgató helyettese Osztroviánu Ágota tanárnő is kapott. A megyei labdarúgó bajnokság 22. fordulójában egy rossz sorozat lezárásának reményében utazott a hegyközszentmiklósi Toldi Alsólugasra. A toldis fiúk erejéből a tavaszi szezonban eddig csak egy pontra futotta, és most a vasárnapi meccs első félideje után is úgy tűnt, hogy nem lesz változás. Bátran mondhatjuk, hogy a szokásos forgatókönyv szerint alakult a mérkőzés, a hazaiak gyorsan vezetést szereztek, amire a vendégek hamar válaszolni tudtak. Majd jött egy újabb hullámvölgy, megint vezetés szerzett Alsólugas, majd egy hatalmas potyagóllal meg is duplázta az előnyt. A szünetben mindkét edző cserékkel próbálta frissíteni csapatát, amiből a szentmiklósiak jöttek ki jobban, sikerült az egyenlítés, 3-3 lett a vége. A Toldi maradt 10. a bajnokságban, viszont rév után most már esküllő is csak egy pontnyira van tőlük. A székelyhídi törekvés kétszer is hátrányból felállva 4-2-re nyert Barátkán. Mivel a mögöttük lévő Telek döntetlent játszott, Széplak pedig kikapott, már 9 ponttal az 5. helyezett töri előnye a 6. Telekdel szemben. Hétvégén mindkét csapatunk esélyesként lép a hazai pályára. A Toldihoz a tavasszal szintén gyengélkedő Tataros látogat, Székelyhíd pedig a rapszódikus teljesítményt nyújtó sportiskolát fogadja. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk egy hét múlva is. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!